tudjuk az Istent, hanem ma este csak hittel jövünk, hogy az Isten él, és az Isten, ha akar, el tud érni bennünket. Mi ezért vagyunk itt, Atyánk, és ezért várunk rád, hogy érj el bennünket, hogy szólj hozzánk, hogy ma este válaszolj kérdéseinkre, beszélj magadról. Hogy ma este, Uram, úgy mehessünk el, hogy találkoztunk veled. Adj vezetést a továbbiakban, a jövőre nézve. Mutasd meg a hatalmadat, Jézus. Mert Te vagy az Úr, Te vagy a Király, és én köszönöm azt, Uram, hogy Te szereted ezt a világot. Legyen áldott ezért a neved, Jézus nevében. Amen. Amen. Kezdjük el. Yeah. Oké, okay, talán ez egy új dal lesz nektek, így megy, oké? Okay? Jézus, 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 a neved édesebb, mint a méz, minden év fölött való név. Jézus, 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 olyan jó mondani neved, éjjel-nappal éneklem. Jézus, 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 a neved édesebb, mint a méz, minden év fölött való név. Jézus, 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 olyan jó mondani neved, éjjel-nappal éneklem. Nem, miért nem énekeltetek? Miért? Mert nem ismeritek a dalt? Oké? Okay. Mondjatok utánam, jó? Jézus, Jézus, Jézus. Ja. Neved édesebb, mint a méz? Minden év fölött való név. Na, ha ez egy dalnak fog hangzani, akkor együtt kell mondani dolgokat, jó? Jézus, Jézus, Jézus. Olyan jól mondani neved. Éjjel-nappal éneklem. Jézus, 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 a neved édesebb, mint a méz, minden év fölött való név. Jézus, 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 olyan jó mondani neved, éjjel-nappal éneklem. Jézus, 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 a neved édesebb, mint a méz, minden év fölött való név. Jézus, 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 olyan jó mondani neved, éjjel-nappal éneklem. Ez a dalnak három része van, és amíg nem tanultok az első részét, nem megyünk tovább. 100% részvételt kérek szépen, jó? És talán rájöttem, hogy talán azért nem énekeltek, mert ültök. Mint békák. Ja, mint békák. Akkor álljatok föl. Jó? És minden szám mozogjon, minden kéz tapsoljon. Jó? Ja? Ott. Ja. Jézus, 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 a neved édesebb, mint a méz, minden év fölött való név. Jézus, 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 olyan jó mondani neved, éjjel-nappal. Jézus, 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 a neved édesebb, mint a méz, minden év fölött való név. Jézus, 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 olyan jó mondani neved, éjjel-nap, és énekem! La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jézus, 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 Jézus. A neved édesebb, mint a méz, minden nép fölött való nép. Jézus, Jézus, Jézus. Olyan jó mondani neved, téged nappali. La la la, la la la, la la, la la la, la la, la la la, la la. De mondtam, hogy van egy harmadik rész, és így megy, jó? Úgy szeret téged, és engem is úgy szeret téged engem. Énekezzük velem, yeah! Úgy szeret téged, és engem is úgy szeret téged engem. Megvan? Ez elég egyszerű, nem? Megvan? Oké? Okay. Most jön a jó rész. Jó? Mert úgy szeretnék kérni, hogy forduljatok szomszédodra. Hoz, hogy hoz, hoz, hoz. És énekeld ezt, jó? Neki. Úgy szeret téged, és engem is úgy szeret. Úgy szeret téged engem. Nem most próbáld valaki mással. Úgy szeret téged, és engem is úgy szeret. Úgy szeret téged engem. Keres valaki más. Úgy szeret téged, és engem is úgy szeret. Úgy szeret téged engem. Meg egy ember jól. Úgy szeret téged, és engem is úgy szeret téged engem. Ki szeret minket? Jézus, Jézus, Jézus. A neved édesem, mint a méz, minden év fölött való néz. Jézus, Jézus, Jézus. Olyan jó mondani neved, éjjel nappal én. Jézus, 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 Jézus. A neved édesem, mint a méz, minden év fölött való néz. Jézus, Jézus, Jézus. Olyan jó mondani neved, éjjel nappal én. Jézus, 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 Jézus. A neved édesem, mint a méz, minden év fölött való néz. Előre kellett volna elnézést kérni, főleg, hogy a holnap így ébredsz föl, hogy... Megint a fejemben van. Mondtam Ilésnek, hogy egy pár dalt a kukából szedtünk elő másére, ilyen nagy régi dalok, akkor nektek új lesznek. Imádkozunk is tovább. Imádjuk az Urat, jó? Uram, köszönöm, hogy szeretsz minket, és köszönöm, hogy annyira jó, hogy van egy megbízható Istenünk. Nagy kezed van, és kérlek Jézus, hogy hordasz minket ma este. Hadd halljunk a hangodat, és hadd kapjunk azt, ami van szükségünk. És mi tudunk, hogy te jobban tudod ezt, mint mi. Szólj hozzánk. És most, hogy emeljünk a hangokat, kérlek Jézus, hogy lakozz dicséretedben, és áldozz minket a jelenléteddel. Jézus nevében. Amen. Amen. Tudom jó, bár nem látlak én, ha te itt vagy, mindig van remény, benned bízom át,
többé nem félek soha. Ha próbák jönnek, velem itt leszel, erősítesz, hogy ne essek el, benned bízom át, s többé nem félek soha. Nem félek többé már, nem félek többé már, benne bízom én, benne bízom én. Az éjszakában senki nem felel, széles szemben, mikor tudnom kell, benned bízom én, s többé nem félek soha. Most már értem, nincs több hátra az, végleg győztél, véget dőlt a harc, benned bízom hát, s többé nem félek. Nem félek többé már, nem félek többé már, benned bízom én, bízom. Az éjszakában, ha senki nem felel, széles szemben, mikor tudnom kell, benned bízom én, s többé nem félek soha. Most már értem, nincs több hátra az, végleg győztél, réged dőlt a harc, benned bízom át, s többé nem félek soha. Nem félek többé már, nem félek többé már, dicsér a király, emeld fel hangon, és zeng halléluját, borulj trónjához, őt dicsőíteni, lép most szín elé, és add hálát neki. Te vagy a teremtőm, te vagy a megváltóm, te vagy szabadítom, Úr vagy te, te vagy a gyógyítóm, te vagy a segítőm, pász
szorom vagy néked, vezetőm, királyom, Jézus, dicsérek én. Örömmel, szívből, hogy dicsér a király, emeld fel hangod, és zeng hallélujád, borulj tónyához, őt dicsőíteni, lép most szín elé, és hadd szívet neki. Te vagy a teremtő, te vagy a megváltó, te vagy szabadítom, Úr vagy te, te vagy a gyógyítom, te vagy a szikítőm, pásztorom vagy nékem, s vezetőm, királyom, Jézus, dicsélek én. Te vagy a teremtőm, te vagy a megváltom, te vagy szabadítom, Úr vagy te, te vagy a gyógyítom, vagy a segítőm, pásztorom vagy nékes vezetőm, királyom, Jézus, dicsélek van a perc, hogy lássalak téged, szellemed át el a szállat, van a perc, hogy lássalak téged, szellemed átjár, száll a dicséret, benned életem. Benned életem. Válaszolok, hogy hallom igédet, látom a szíved, s mind, ami vagy, imádatom. Nem szólhatom, hol tényed még lennék. Itt vagyok, Uram, hát hadd lássalak még. Nem ragyog a mell, lényed elég. Itt vagyok, God.
Követlek, Ő követlek, a minden utcon, minden
az Isten szerelme nem mérhető mértékkel, hisz egyszülött fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Mi éghető nagy fájdalom, hogy Atya rá nem nézhette, fiának vére így hozott, sokaknak üdvössége. Az Úrra keresztem, ki bűnömet hordozza, és én ott lent a kertben, ki szent nevét gyalázza. A vétkeim tartották ott, míg csekszem mással, csak Jézusom keresztjével és feltámadásával. Miért kapott jutalmából? Én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívemből, hogy vére folyt épp Uram, köszönöm, hogy annyira jó szeretsz minket. Köszönöm, hogy jöttél, és vállaltad a mi bűneinket, felelősséget vállalt a fölöttünk, és köszönöm, hogy a menny nyitva van ránk, a számunkra. Köszönöm, hogy meg vagyunk bocsátva. És köszönöm, hogy most tudunk itt állni a jelenlétedben. Mert egyébként a véred nélkül nem tudnék. Köszönöm, hogy itt tudunk állni, imádni téged. Köszönöm, hogy tudunk imádkozni hozzád. És köszönöm, hogy hallgatsz. És most, Uram, a kérésünk az, hogy taníts minket, formáld minket. Hadd halljunk az ígédet. És hadd megértsünk. Vésd be a magot, mélyre szívünk meg, Uram, hogy teremtsen gyümölcsöt. Nagyon szeretünk téged, mert te előbb szeretél minket. Jézus nevében, amen. Isten hozott még egyszer mindenkit, foglaljatok helyet. If you need translation, then we would kindly ask you to pick a seat back there. There are some seats with headphones next to that computer, to the left from that computer there. And through those headphones you can have the translation for the night. Szóval Isten hozott mindenkit, üdvözöljük az internet előtt nézőket is, sziasztok!
Nincs sok bejelenteni való, igazából csak egy bejelentés van. Van egy film, amit a Hillsong csinált. Egy olyan film, ami egy dokumentumfilm, aminek a címe az, hogy I Heart. Ennek lesz egy bemutató, ezt sok országban bemutatták, I Heart Revolution, bocsánat. Így illik a teljes cím. És ez egy olyan film, amit sok országban bemutattak már, lefordítottak sok nyelvre, és ebben a különböző interjúk lesznek, meg zenék lesznek, meg így a Hillsongnak a történetéről és tapasztalatairól lesz nagyon sok minden. És ez a film itt a gyülekezetben bemutatásra kerül 2 hét múlva, kedden, tehát március 15-én, 7 órától, és hogyha szeretnétek erre jegyet venni, kint az információs asztalnál meg lehet tenni ezt 750 forintért. Hát ennyi bejelentés. Milyen szép az élet bejelentések nélkül, ugye? Akkor is tudok beszélni egy fél órát, de nem baj. Ma este vendégtanítónk lesz, aki el is jött. Szóval nem ő fog tanítani a vendégtanító témájáról. A ma esti téma címe az, hogy nehéz kérdések, amiket mindenki egyszer feltesz. Nem. Akkor kérdések, amiket... Nem, mit mond? Ja, a tizedről lesz szó, bocsánat. Adakozásról lesz szó. És ugye akkor vívnánk pár embert, nem. Erről lesz, hogy nehéz kérdések, amiket mindenki egyszer feltesz. És de lehet, hogy rosszul mondom a címet, mert egy hosszú cím. Elmondja az IP címet. Akkor a tanítóról, vagy az előadóról, a vendégtanítóról csak pár szót. Őt Horváth Kávai Árpádnak hívják. Ő a Vajtai Bibliaiskolában tanít, meg ott pásztor, meg gazdasági igazgató, meg minden. Ő bennünket tanított, legalábbis engem, meg a Sziszit, meg van itt jó pár olyan ember, aki volt a Vajtai Bibliaiskolában, vagy esetleg most levelező tagozaton csinálja. Ti, ha ismeritek Árpi hangját, egyszeres sebességgel. A levelező tagozatosok előadásait lehet többszörös sebességgel hallgatni, amit ugye senki nem csinál, csak megemlítettem. Mert egy bibliaórát miért hallgatna az ember kétszeres sebességen? Teljesen egy butaság. Szóval, szóval ő ott lent tanít, és mi nagyon szeretjük őt, és ő már volt párszor vasárnap estén, szóval valószínűleg jó páran ismeritek. Ha meg nem, akkor ma este megismeritek, és ő fogja mindjárt elmondani, hogy miről is szól a téma. Átadom a szót, Árpi, gyere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na szóval, a papírra azt írtam, hogy a cím az, hogy a szenvedés problematikája, de aztán eszembe jutott valami. Egyszer régen elmentünk feleségemmel meglátogatni egy gyülekezetet, és hasonló címe volt egy bibliaórának, az volt a címe, hogy a víz a Bibliában, egy Mózestől jelenésig, és 45 perc után még mindig egy Mózesben tartottunk, és akkor gondoltam, hogy azért ez a cím talán mégse lesz jó, bár ha sokáig tanítottam volna, akkor lehet, hogy a szenvedést jól tudtam volna ezzel illusztrálni. Aztán volt egy kedves ismerősem, azt mondta, hogy próbáljam úgy illusztrálni a szenvedést, hogy mindenkinek a székére teszek egy rajzszöget, de ezt több szempontból sem tartom előnyösnek, meg kivitelezhetőnek sem. Tehát egyrészt kivitelezhetetlen, másrészt meg szerintem mindannyian tudjuk már, hogy mi a szenvedés, mindannyian megtapasztaltuk ezt. Gabi, tudsz követni? Igen. Majd, hogyha Gabi integet, hogy nem tud követni a tolmács, akkor majd mondok egy viccet, jó? És akkor majd valami szenvedélyeset, jó? Vagy szenvedőset. Na, imádkozzunk, és aztán bele az igébe. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét, köszönjük, hogy kirendelted ezt a helyet, ezt az időt, ezt a közösséget. Azért imádkozunk, hogy ígéretedhez híven te most legyél itt közöttünk. Hiszen a te nevedben gyűltünk össze, hiszen a te nevedet akarjuk dicsőíteni, rólad akarunk hallani, és téged akarunk még inkább megismerni. Azért imádkozunk, hogy a te ígéd végezze el a munkát a szívünkben. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Na, szóval szerintem senkinek nem kell ecsetelni, hogy, hogy mit jelent a szenvedés, vagy hogy mi is a szenvedés, hiszen a szenvedés szerintem az emberiséggel közel egyidejű probléma. A klasszikusoktól kezdve nagyon sokan foglalkoztak vele. Egy példát említenék, nem a Bibliából. Ugye mindenki emlékszik, illetve hát aki érettségizett, azt gondolom emlékszik, érettségizett már, gondolom emlékszik arra, hogy akkor nemes be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét, s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Na? Hamlet, igen. Szóval a kezdetek kezdetétől az emberek foglalkoztak ezzel, mert... Mi van, nincs érettségid? Szóval... Na, szóval a kezdetek kezdetétől az emberek embereket foglalkoztatja a szenvedésnek a problémája, azért, mert megoldhatatlannak tűnik. Sokak számára annyira elfogadhatatlan, feldolgozhatatlan, megfejthetetlen ez a probléma, hogy olyan következtetéseket vonnak le, hogy esetleg egy, nincs Isten, vagy ha Isten van, akkor nem jó. Kezdenék egy hosszabb idézettel egy nálam sokkal okosabb embertől, úgy hívják, hogy C.S. Lewis, aki pontosan az ellenkező következtetésre jutott. Miközben vizsgálta a szenvedést, a következőkön gondolkodott, és a következőket írta le itt nekünk. Ez a Fájdalom, elég frappáns cím, a Fájdalom című könyv egyes részei. Néhány évvel ezelőtt, amikor még nem hittem Istenben, ha valaki megkérdezte volna tőlem, miért nem hiszel Istenben, valahogyan így válaszoltam volna. Nézd meg a mindenséget, amiben élünk. Csak nem az egész üres térből áll, vaksötét és elképzelhetetlenül hideg. A tér méreteihez viszonyítva oly kevesen vannak az, és annyira kicsinyek a benne mozgó égitestek, hogy még ha mindegyikük zsúfolásig tele is volna tökéletesen boldog lényekkel, akkor is nehéz volna elhinni, hogy az élet és boldogság nem csupán mellékterméke a mindenséget létrehozó erőknek. Az élőlények fájdalmat okoznak a megszületésükkel, nem egyszer az életükkel is, és aztán többnyire fájdalomban pusztulnak el. A legfejlettebb élőlényben, az emberben még egy új tulajdonság jelenik meg, amelyet értelemnek hívunk. Ennek következtében előre láthatja a saját fájdalmát, így aztán éles lelki fájdalom előzi meg a tényleges fájdalmat. Közben éppen annyi öröm éri, hogy boldogság idején eszelősen fél attól, hogy elveszti a boldogságot, ha pedig elveszítette, akkor az elmélkedés szívszaggató fájdalma gyötri. Ha arra kérnek, higgyem el, hogy ez a jóságos és mindenható szellem műve, azt felelem rá, hogy mindez az ellenkezőjét bizonyítja. Egyetlen kérdés azonban álmomban sem jutott eszembe. Ha a mindenség ennyire rossz, vagy csak fél annyira az, hogyan juthattak az emberek valaha is arra a képtelen ötletre, hogy egy bölcs és jóságos teremtő tevékenységének tulajdonítsák mindezt. És később C.S. Lewis megválaszolja a kérdést, és azt mondja, hogy az emberek nem juthattak erre a következtetésre. És szerintem most nagyon boldog, mert én egyetértek vele ebben, az ember a világ vizsgálatával nem jut el oda, hogy azt a következtetést megfogalmazza, hogy igenis van egy jóságos teremtő Isten. Hiszen a világot vizsgálva lépten nyomon, születéstől halálunkig találkozunk a fájdalommal. Gondoljunk csak azokra az istenekre, akiket emberek találtak ki. Gondoljunk Zeusra, aki meg kellett, hogy ölje az apját azért, hogy uralkodhasson,
fájdalmat okozva ezzel a családjának, anyjának, apjának természetesen. Aztán az emberek azt vonták le mindabból, ami a világban történik, hogy Zeus egy gonosz isten lenne, ha létezne. Tehát ez az emberi következtetés. Eddig jut el. És C.S. Lewis azt mondja, hogy ha ezt a világot nézzük, sehogyan nem juthat eszünkbe az, hogy ezt a világot egy jóságos isten teremtette, és egy jóságos isten irányítja. Miért? Mert a mi ízlésünkhöz túl sok benne a szenvedés. Mert a mi ízlésünknek túl sok benne a szenvedés. Viszont erre a következtetése nem ember jutott el. Ezt Isten jelentette ki magáról. Azt, hogy ő van, és azt, hogy ő jóságos. És rögtön a legelején leszögezhetjük azt, hogy Isten jóságát nem zárja ki, nem kérdőjelezi meg a szenvedés. Már ha idáig eljutunk, akkor én már boldog leszek. Ha ezt hajlandóak vagyunk elfogadni, az már egy nagyszerű lépés előre. Hogy Isten jóságát nem zárja ki az emberek szenvedése. Mert nem feltétlenül Istentől ered minden szenvedés, és meg fogjuk látni azt is, hogy nem feltétlenül rossz minden szenvedés. Ha nem törli el a szenvedést Isten, akkor mégis mit csinál? Jó kérdés, igaz? 2 Korintus, a korintusiakhoz írt második levélben Pál a legelején a következőket mondja. 2 Korintus 1, 3, 4 és 5. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amiben az Isten vigasztal minket, mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Mit tesz Isten? Vigasztal. Miért? Azért, hogy mi megvigasztaltassunk, és hogy ugyanezt átadhassuk másoknak. De ennél sokkal fontosabb az, amit az 5. versben olvasunk, hogy a vigasztalás egyenesen arányos a szenvedéssel. Minél több szenvedésben van részünk, annál nagyobb lehetőségünk van arra, hogy megtapasztalhassuk Istent. Minél inkább szenvedéssel van tele az életünk, annál nagyobb a lehetőségünk arra, hogy bőségesebben megismerjük Istent. Mondhatnánk azt is, hogy ára van Isten megismerésének. Ára van Isten megismerésének, és ezt az árat néha bizony nekünk kell megfizetnünk. Tudom, hogy ezt a kijelentést nem igazán szokta kitörő öröm fogadni, mint ahogyan itt se tapsoltak, meg hallelujáztak sokan. Azaz ennyien, senki. De ez az igazság. Nekem egyszer pár évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy a probléma az egy megszületésre váló csoda. Hát az örömöm nem volt kitörő, inkább más törtem volna, de nem. Mert nem ezt akarjuk hallani. Az ember azt szeretné hallani, hogy nem kell szenvednie. Hogy enélkül is megismerheti Istent.
hogy enélkül is mélységeibe mehet Isten dolgainak. Egy dolog az, hogy mi mit szeretnénk. Isten meg azt tudja, hogy mi milyenek vagyunk, és mit tudunk szenvedés nélkül megtanulni. A szenvedésből mindenkinek kijut, gondolom, ezzel nem vitatkoztok. Nem fogok mások életével példálózni, a Dani külön arra kért, hogy az én életemmel példálózzak, úgyhogy az én életemmel fogok példálózni. Csak azért, mert nagyon jól ismerem az életemet, talán én ismerem legjobban, Istent kivéve, és azért, mert ismerem az összes körülményt, ezért nagyon elnéző vagyok magammal kapcsolatban, úgyhogy kérlek benneteket, ti is legyetek ennyire elnézők. Szóval, a saját életemmel fogok példálózni, és néhány olyan igeverset szeretnék megosztani, amin keresztül Isten engem bátorított. Néhány olyan leckét szeretnék megosztani, amit én magam megtanultam, remélem, vagy meg szeretett volna Isten tanítani nekem. Szóval, röviddel az érettségi után, vagy kezdjem onnan, hogy megszülettem? Nem. Röviddel az érettségi után rákos lettem, és hát nem egy kellemes dolog. Talán a reménytelenség lenne az a legjobb szó, ha egy szóval kéne leírnom, amit az ember ilyenkor érez. Vagy amit én éreztem. Amikor már az orvosokban sem tud bízni az ember, hiszen olyan sokszor bátorítják, olyan sokszor kérik azt, hogy higgyen még egy kicsit, és olyan sokszor szeretnék, hogyha ő is meg akarna gyógyulni, és újra az ember eljut arra a pontra, hogy nem, ez mégsem történik. És aztán új gyógyszer, új terápia, nem baj, hogy kihullik az ember haja, nem baj, hogy elveszít pár kilót, nem baj, hogy napokig hány, mindez mellékes, de talán majd most ettől aztán meggyógyul az ember. És többször előfordul az, hogy nem, most még nem, vagy még nem. És az a reménytelenség, ami ekkor jellemző volt az életemre, hát nem segített az se, hogy 57 kiló voltam akkor, pizsamástól. Nem, tehát jól látszik, gondolom most, hogy nem vagyok 57 kiló. Akik az interneten nézik, nekik mondom, hogy a kamera körülbelül 5 kilót rátesz az emberre, rálam, mint most 3 kamera, csak az objektivitás kedvéért, szóval 15 kilót tessék levonni abból. Szóval akkor nagyon furcsán éreztem magam, amikor a következő igevers volt az, amin keresztül az Úr megerősített. Példabeszédek 28-25. Ki pedig bízik az Úrban, megkövéredik. Na. Szóval... Ma már nem vagyok rákos. Ez már jó pár éve elmúlt. Hadd számoljak, 1995, 16 éve lesz lassan. 16 éve. Szóval Isten ezeken a dolgokon keresztül vigasztalni akar bennünket. A kérdés az, hogy odafigyelünk-e rá. A kérdés az, hogy odafigyelünk-e rá, és nem feltétlenül fog ez először megtörténni. Mondtam, hogy nagyon elnéző vagyok magammal, mert ismerem az összes körülményt. Szóval én sem hittem ezt először el Istennek.
És szinte hihetetlen körülmények között több olyan emberrel találkoztam, akik egyrészt nem is Szegeden éltek, ahol én akkor éltem, és nem is igazán ismertük egymást, és Isten rajtuk keresztül bátorított és visszavitt az ő ígéreteihez. És előbb-utóbb a Szentlélek elvégezte bennem a munkát, és tudtam és akartam Isten ígéretében hinni, és el akartam fogadni azt a vigasztalást, amit Isten akar nekünk adni. Ezt azért mondom, hogy nem mindenből jeles az ember, annak ellenére, hogy itt áll. Nemesül ez az ember, vagy példaként. Pár évvel a gyógyulásom után, most iszok, csak látom, hogy a Gabi le van maradva. Szóval viccet még nem jutott eszembe, úgyhogy azt nem mondhatok, de... Na szóval pár évvel a gyógyulásom után megházasodtam. 8 hónapos házasság után a feleségem teherbe esett, és 2 héttel később egy autóbalesetben meghalt. Hát, mit mondjak? Ez az időszak, ebben az időszakban volt a legegyértelműbb számomra Isten hatalma és Isten ereje. Ez az az időszak, amikor leginkább nyitott voltam arra, hogy Isten vigasztaljon. Emlékeztek 2 Korintus első részre. Mert ekkor fájt legjobban. Én nagyon örülnék, ha nem kéne a fájdalommal azonosulnia, vagy párosulnia a vigasztalásnak, de sajnos párosul. Szóval annál egyértelműbben és nyilvánvalóbban, mint amikor ott akkor láttam az Istent, és Isten erejét még se előtte, se azóta nem tapasztaltam meg. Ugyanakkor ez volt az életem egyik, érzelmileg egyik legnehezebb időszaka. Nem akarom ragozni, néhány példával elmondanám, hogy éreztem magam. Szinte ilyen álomszerű állapot, ilyen mindenféle hangulatváltásokkal, de ilyen hegyen, völgyön zakatol a vonat. Tehát ilyen... hol érzelmi csúcs, hol érzelmi völgy. Két zenei példa jut eszembe, hadd osszam meg veletek. Az egyik az, amikor az ember elkezd énekelni egy nagyon jól ismert dalt, mondjuk egy dicsőítő dalt, de a gyülekezetben, és egyszer csak a rossz szöveg jelenik meg ott fönn a kijelzőn, és akkor tudod, hogy mit kéne énekelned, meg tudod, hogy a színpadon mit énekelnek, elkezded olvasni a szöveget, és valamiféle... kavar van az agyadban. A másik meg az, amikor ez talán jobban jellemzi, tudja jellemezni ezt az állapotot, amikor egy dalt, amit nagyon jól ismersz, énekelgetsz, dúdolgatsz, talán még a szövegét is tudod, de fogalmat se nincs, hogy mit jelent ez a dal. Hadd mondjak egy példát erre. Nem túlzok, több százszor meghallgattam az egyik kedvenc dalomat, a Most múlik pontosan című dalt, nem tudom kinek van, Queen Bee, Chic zenekar, mindegy. Szóval több százszor meghallgattam ezt a dalt már, még most sem teljesen értem, sőt, ne túlozzak, semmit nem értek belőle. Talán azt a sort, hogy ez a szerelem. Igen. Szóval ilyen sorokkal, hogy vágtatnék tovább veled az éjben az álmok foltos indián lován, és táltos szív remeg a konyha késben. Szóval, mi van?
hogy? És így éreztem magam. Az ember életének a van egy ritmusa, és az megy előre, és az ember énekel vele, és fölkel, és lefekszik, és eszik, és iszik, és alszik, és zuhanyzik, és közben úgy érzi magát, hogy hát igen, én itt részt veszek ebben az életben, és azt sem értem, hogy mi történik velem. Fogalmam se nincs, hogy ez most miről szól. És szinte álomszerű, mert kívülről nézem, néha úgy tűnik, hogy kívülről nézem az egészet. Az egyik talán legfontosabb lecke, amit nekem Isten akkor tanított, az az volt, hogy mekkora hatalmat adok a megválaszolatlan kérdéseknek. És jól mondta a Dani, a kérdés szó szerepelni fog az előadásban. Szóval, mekkora hatalmat adok a megválaszolatlan kérdéseknek? Hagyom-e, engedem-e, hogy a megválaszolatlan kérdéseim elválasszanak engem Istentől? Állítok-e olyan feltételeket, létrehozok-e olyan körülményeket, amikor Isten soha nem nyerhet? Nyerheti meg a szívemet. És ebben az időszakban az egyik, ha nem a legnagyobb lecke az volt, hogy nem szabad megengednem, hogy a megválaszolatlan kérdéseim eltávolítsanak Istentől. Mert Isten nem feltétlenül azt úgy fog vigasztalni, ahogy én azt elképzelem, és nem feltétlenül azzal fog vigasztalni, ahogy én azt elvárom, és nem feltétlenül azt a sebemet fogja bekötözni, amit én legfontosabbnak tartok, vagy legfájóbbnak tartok. Tehát azon kívül, hogy Isten jóságát nem zárja ki a szenvedés létezése, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy a szívünket elzárjuk Isten vigasztalásától, azért, mert vannak meg nem válaszolt kérdéseink. Természetesen az én zenei példázataimnál, használjuk ezt a kifejezést, szóval az én példázataimnál sokkal jobb példázatok vannak a Bibliában, és mivel ez egy gyülekezet, keresztény gyülekezet. Olvassunk föl két igeverset a Zsoltárok könyvéből, meg nem csak azért, hanem azért is, mert szerintem is jók. Szóval a 44-es Zsoltár 25-ös és 26-os verse. Korá fiainak a Zsoltára. Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt, siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból. Ez egy nagyon fájdalmas emlékeztető arra, hogy mi milyenek vagyunk, meg hogy mire vagyunk képesek. Azt írják Kórá fiai, hogy ide beleragadtunk valamibe, és úgy érezzük, hogy nem tudunk ettől megszabadulni. Nem tudunk szárnyalni. Semmilyen értelemben. És én legtöbbször így érzem magam, amikor valami miatt szenvedek. Hogy magamtól nem vagyok képes semmire. Magamtól annyit tudok elérni, hogy a testem a földhöz tapad, és kiáltok arra, hogy Isten siessen a segítségemre. És megmerem kockáztatni azt, hogy Istennek ez a terve, Istennek ez az akarata,
ezért engedi meg a szenvedést az életemben, hogy egyrészt vigasztaljon, másrészt, hogy szükséget lássam én a vigasztalásnak. Matthew Henry, egy híres kommentátor azt mondta, hogy a nyomorúságuk, mármint Izrael nyomorúsága, az isteni együttérzés tökéletes tárgyává tette őket. Az a baj, hogy megint bebizonyosodott, hogy Istent jól megismerni csak is a nehézségeken keresztül lehet. A nehézségeinken lehet. Nem másokén, az még jobb lenne. A saját nehézségeinken keresztül. A saját nehézségeinken keresztül. Mert hogy nincs vigasz nyomorúság nélkül. Ugyanúgy a 73. Zsoltár, 26. verse azt mondja, ha elenyészik is testem, és szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz. Istenem örökké. Tehát ha elenyészik is a testem, a szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz, Istenem örökké. Ez az a ragaszkodás, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy megismerhessék Istent. Nem csak felszínes ismeret. És szerintem soha nem fogjuk itt tökéletesen megérteni a Földön azt, hogy mi Isten terve néha a különböző szenvedésekkel. Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy a szenvedésekben Istennek, Isten fiának, Krisztusnak a részes társai vagyunk. A Filippi beliekhez írt levélben Pál azt mondja nekik, 3. rész, 20-as és 21-es verse, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyen maga alá vethet mindeneket. Filippi 3:20-21. Pál azt mondja, hogy Isten esetenként emlékeztet bennünket arra, hogy mi hova tartozunk. És ez a menny. A mennybe tartozunk. És Isten néha pont a szenvedést használja fel arra, hogy emlékeztessen bennünket, hogy itt azért a legtöbb dolog nem tökéletes. Megkockáztatom azt, hogy itt majdnem semmi nem tökéletes. És azt mondja Pál, hogy Isten emlékeztet bennünket arra, hogy a mi polgárjogunk a mennyben van. Hogy nem ezen a földön kell keresnünk a könnyű és szenvedés nélküli életet. Mert egy, nem fogjuk megtalálni, kettő, még jobban ki fogunk ezen akadni. Isten egy olyan hatalmas hangszórót használ, hogy ezt elmondja nekünk, amit úgy hívnak, hogy fájdalom, és ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz figyelmen kívül hagyni. Szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni. És néha Isten ezt használja fel, a fájdalmat arra, hogy emlékeztessen bennünket, hogy ne a földi életünkre figyeljünk már annyit. A Biblia megemlíti Ábrahámot, mint az így élő emberek egyikét, akik
akik nem úgy tekintettek erre a földre, mint otthonukra. Azt írja a 11. rész a zsidók könyvében, 11. rész 9-es és 10-es verse. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója Isten. Azt mondja a zsidók könyvének szerzője, hogy Ábrahám tudott valamit. Azt tudta, hogy itt ezen a földön nem létezik olyan város, ami az ő otthona lehetne, mert itt ezen a földön nem létezik szilárd alap. És azt mondja, hogy várta azt a várost, aminek szilárd alapja van, és tervezője és alkotója az Isten. És nagyon sokszor Isten arra használja fel a fájdalmat, hogy segítsen nekünk felismerni azt, amit Ábrahám felismert. A görög szó, amit itt használ a Biblia, a xenó vagy a xenosz, ami azt jelenti, hogy idegen. A másik szó, amit itt használ, azt jelenti, hogy tartózkodási engedéllyel él ott. Nem állampolgár. Még csak nem is tartózkodhat ott állandó jelleggel. És a Biblia azt mondja, hogy nekünk, hívőknek így kellene gondolkodnunk erről az életről, a földi életről, mint ideiglenes létezésről. És Isten nagyon sokszor felhasználja a szenvedést, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy ne gyűjtsél kincseket. Ne itt ehhez a földhöz ragaszkodj. Hadd emlékeztesselek arra, hogy te hova tartasz, vagy hova kellene tartanod. Ugyanakkor nagyon érdekes, amit a Korintusiakhoz írt második levélben olvasunk a szenvedés kapcsán. Méghozzá Pál azt mondja, hogy a szenvedésen keresztül Isten is megdicsőül. Tehát egyrészt a szenvedés nem zárja ki Isten jóságát, kettő, a szenvedésen keresztül Isten vigasztal bennünket, hogyha engedjük. És azt látjuk itt 2 Korintus 4-ben, 5., 6. és 7. vers, hogy a mi szenvedéseinken keresztül Isten megdicsőül. 2 Korintus 4-5. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgálókat, szolgálitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy azt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Pál azt mondja, hogy senki nem vár el semmi jót a cserépedényektől. Törékenyek, nem feltétlenül szépek. És azt mondja Pál, hogy Isten felhasznál bennünket, törékeny cserépedényeket arra, hogy rajtunk keresztül valami kicsi ragyogjon belőle a körülöttünk lévő világra. Azt mondja, hogy ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. S a mi cserépedényeink sugározhatják Istennek ezt a világosságát, a ragyoghatjuk ezt. Hogyha engedjük,
hogyha cserépedényeket Isten vigasztalásával, Isten igéjével, Isten jóságának az ismeretével töltjük meg, és nem káromlással, keserűséggel, hitetlenséggel, és ehhez hasonló dolgokkal. És így lehet a szenvedésnek még több értelme. És most ne gondoljátok azt, hogy nem tudom megválaszolni teljességében a szenvedésnek a kérdését, ezért mindent megpróbálok, hogy értelmet szerezzek a szenvedésnek. Ezek nem olyan dolgok, amiket emberek találnak ki, ezek nem olyan dolgok, amiket én találtam ki, ezek Isten igéjében vannak. És Isten igéje azt mondja, hogy lehetőségünk van. Lehetőségünk van arra, hogy még a szenvedésen keresztül is Isten nagyságát mutassuk meg. És a porba ragadt lényünkön keresztül mi magunk emlékszünk az emberi gyarlóságra, arra, hogy gyenge agyagedények vagyunk. Nekem, személyesen nekem a szagok nagyon sokat jelentenek. Két szag van, a BKV szag és a MÁV szag. Megvan mindenkinek? A BKV szag és a MÁV szag, ami legjobban emlékeztet arra, hogy a földön élek és cserépedény vagyok. Úgyhogy ne sajnáljátok a BKV-n töltött perceket, vagy a vonaton töltött perceket, mert emlékeztethet bennünket ez arra, hogy mi nem ide tartozunk. Hogy mi nem leszünk többek cserépedénynél. Akármennyire is szeretnék porcelán lenni. Például. Én cserép maradok. És a mi nyomorúságunk nem csak a mi figyelmünket irányíthatja Istenre, hanem másokét is. Ugye korábban azt olvastuk a Filippi beliekhez írt levélben, hogy a mi figyelmünket a mennyre irányíthatja Isten a nyomorúságon, a szenvedésen keresztül, itt meg azt láthatjuk, hogy rajta keresztül mások figyelmét is Istenre irányíthatja. És ha nem tesszük, akkor egy nagyszerű lehetőséget fogunk elszalasztani. Két igeverset olvasnék még fel. Mindkettő olyan igevers, amin keresztül Isten hát különös módon vigasztalt engem a különböző nehézségeimben. Az egyik Jeremiás könyvében van, 48. részben, 11-es vers. Nyugodtan élt Moáb, gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprejében, és edényből edénybe nem öntötték, és fogságra sem ment, ezért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. Gondolom, mindenki teljesen érti, hogy miről van szó. Igen. Azt mondja Jeremiás, illetve Isten azt üzeni Jeremiáson keresztül, hogy a hívők nézzenek Moábra. És szomszédos nép nagyon jól ismerte Izrael Moábot. Moáb egy olyan területen feküdt, amit nagyon rövid izraeli megszállást kivéve gyakorlatilag egyfolytában ő uralt. Soha nem veszítette el azt a területét. Azt is mondja itt Jeremiás 48-ban, hogy nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva. És azt mondja Isten, hogy azt gondolnánk, hogy ez egy jó dolog. Bebiztosítjuk magunkat, körülbástyázzuk magunkat,
mi vagyunk Gibraltár sziklája, semmi nem mozdít ki bennünket, itt vagyunk, és itt is fogunk maradni. Milyen jó. És Isten azt mondja, hogy nem jó. Ne akarjátok ezt. Isten azt mondja, és akkor itt áttérünk a szőlő művelésre, inkább a bor kérdésére, amit ugye itt mindenki csak úrvacsora alkalmával iszik, akkor is csak keveset. Szóval áttérünk a bor kérdésére. Ugye az új bor, vagy a must, amikor leülepszik, akkor az alján van az úgynevezett seprő, amit utána ott hagynak az edény alján. Azt nem öntik át a hordóba. És nem untatlak benneteket, hogy ebben mi van, de untassalak? Nem untatlak benneteket. Szóval nem untatlak benneteket azzal, hogy ebben mi van. A lényeg az, hogy a bornak, amit kiöntöttek, jót tesz az, hogy ez a seprő, ez a szennyeződés nem megy vele a hordóba. Mert akkor egy, ez hatással lenne a bor ízére, és kettő, hatással lenne a bor illatára. És Isten azt mondja, hogy nézzétek meg a Moábot. Ott ült, senki nem öntögette jobbra-balra. Ott maradt abban az edényben, amiben a legelején benne volt. Ami leülepedett, az benne is maradt. Senki nem öntötte le a tiszta bort a tetejéről, és megsavanyodott, megbüdösödött. És Isten azt mondja, hogy nem ezt akarom. És joggal érezzük magunkat néha úgy, hogy kirántják alólunk a szőnyeget, vagy mintha kiöntenének bennünket, hogy olyan jól érezzük magunkat. Itt van ez az edény, ugye már fölvettük jó folyadékként, fölvettük az edénynek a formáját. Mindenkinek meg a 5. fizika. Fölvettük folyadékként az edénynek a formáját. Szeretném megjegyezni, hogy a kövér is forma. Szóval... És akkor egyszer csak úgy érezzük, hogy mint a kiöntenének bennünket, mint a kirántanák alólunk a szőnyeget. És Isten azt mondja, hogy hála Istennek. Mármint nem mindegy. Szóval Isten azt mondja, hogy na pont ezt akartam. Mi mondhatjuk azt, hogy hála Istennek, Isten meg azt mondja, hogy pont ezt akartam. Hogy pont ezt akartam, hogy a jó dolgok maradjanak meg, a rossz dolgok meg vesszenek el. Az, ami leülepszik, ami használhatatlan, ami különben is csak elrontana bennünket, ezek a dolgok vesszenek. Még akkor is, hogyha a bor kicsit rosszul érzi magát, mert hogy öntögetik. És hát vannak borászok, akik meg tudják mondani, hogy minél többször öntögetik ugye így ezt a letisztult bort, annál tisztább lehet a bor, annál jobb ízű lehet a bor, ugye ezt mindannyian csak elmondásból ismerjük. Ez egy kellemetlen érzés. De segít nekünk abban, hogy Krisztus illatúak lehessünk. És ne BKV szagúak. Vagy MÁV szagúak. Hanem Krisztus illatúak. Hogy a szennyeződés, ami bennünk van, mert mindannyian bűnösök vagyunk, hogy ezeknek a következményeitől, ezeknek a hatásától meg tudjunk szabadulni. Még akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy ki kell bennünket néha önteni. Ugyanúgy a Jeremiásban, a 18. részben van egy nagyon jó kép, ami pedig
a megpróbáltatásoknak, a szenvedésnek a gyakoriságára vonatkozik. Ugye. Sajnos reménytelen azt gondolni, hogy nem gyakori a szenvedés. Ezt gondolom már mindenki belátta. Itt, amiről szó van, olvassuk el 18-as rész 4-es, 5-ös és 6-os vers, Jeremiás. Egy fazekas. És elromla az edény, amelyet ő, azaz a fazekas készít, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle. Amit a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szól az Úr nekem mondván, vajon nem cselekedtem veletek úgy, mint a fazekas, ó Izrael háza. Ezt mondja az Úr, íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Ha agyag lennék, biztos sérelmezném, hogy ráraknak engem, hogy hívja, az agyagos, köszönöm szépen, kézművesek. Szóval ráraknának engem a korongra, és egyre csak pörögnék, és azt gondolom, hogy ez a legrosszabb dolog a világon, és akkor ráadásul jön a kéz, és akkor nyomkod egy kicsit jobbról, nyomkod egy kicsit balról, és oda tartja az ujját, és akkor egyszer csak kezdek alakulni, és már úgy gondolom, hogy milyen jó alakom van. És akkor Isten azt mondja, hogy mégse, mást. És akkor megint gombóc leszek. Ez nem utalás az én formámra. Szóval megint gombóc leszek, és akkor megint jön az, hogy jön a fazekas, és csak egy ujját oda tesz, és körben forgatja a mit? Korongot, igen, köszönöm. Forgatja a korongot, és egy picit nyom csak mindig, de úgy érzem, hogy ez a nyomás állandóan ott van az életemben, olyan, mint egy rossz betegség, amitől az ember nem tud megszabadulni, olyan, mint egy családtag, akivel az ember kénytelen együtt élni. És minden hétfőn ugyanaz, és minden kedden ugyanaz, főleg hétfőn. És minden buszon ugyanaz, és minden vonaton ugyanaz, és minden ügyfél ugyanaz, és azon gondolkodunk, hogy mikor lesz ennek vége, vagy miért ismétlődik ez rendszeresen, és újra, és minden hétfőn előjön, és hogy minden kedden előjön, vagy miért kell minden vasárnap vele találkoznom, vagy hát azért, mert forgunk körbe-körbe a korongon, eszembe jutott, a korongon, a fazekas kezében, és most pont ezt szeretné bennünk kimunkálni. És nyavajoghatunk. Lehetünk rossz közérzetű agyagok. De akkor is agyagedény lesz belőlünk. Mert Isten szeretne bennünket Krisztus hasonlatosságára átalakítani. A kérdés tényleg nem az, hogy lesz-e, hanem hogy élünk-e vele, mármint lesz-e szenvedés, hanem hogy élünk-e a szenvedés adta lehetőségekkel. Hajlandóak vagyunk-e megismerni Istent? Hajlandóak vagyunk-e arra, hogy a mi szenvedésünkön keresztül mások megismerhessék Istent? Mert ha keserűséggel töltjük meg az agyagedényt, akkor nem fog Krisztus meg az ő világossága sugározni belőlünk. És hogy ragaszkodunk az edénynek a falához, és nem akarjuk engedni, hogy bennünket aztán Isten nem fog kiönteni, akkor ott maradunk a seprőben. A bor aljában. Hogy nem mondjam, az emberiség aljában, a szeméttel. Hát kell ez nekünk?
Nem. Istenben értelmet kap a szenvedés. Mi meg egy lehetőséget, hogy a kincseket kiaknázzuk ebből. Csak hajlandóknak, hajlandóságot kell mutatnunk. Mert a korong. A korong pörögni fog. A kérdés az, hogy milyen edény leszünk. Keserűséggel teli, vagy Krisztus fényével teli. Nagyon sokan szeretnénk, hogyha tűzállóvá válnánk a krízishelyzetekben. Nem jó mondat, legalábbis nem magyarul. Szóval nagyon szeretnénk sokszor, hogyha ellenállhatnánk a szenvedéseknek, hogy bebiztosítsuk magunkat a megpróbáltatások ellen. És sokszor szeretnénk azt, hogy Isten munkálkodjon már valaki másban is. Ne csak bennünk. Kicsit másnak is mutassa már meg, hogy milyen a Krisztus ragyogása. Ne csak nekünk. És szeretnénk egy ilyen kis kedves kereszténységet kialakítani, amiben nincs helye a szenvedésnek. Valaki nekem egyszer azt mondta, hogy ezzel nem Istent szolgálnánk. Ezzel vallást értékesítenénk. Nem Isten akaratát szolgálnánk vele, hanem megpróbálnánk eladni valami előre csomagolt műanyag kereszténységet. Úgyhogy Péterrel együtt azt tudom mondani, mármint Péter, a Péter, szóval Péterrel együtt azt szeretném mondani, hogy örüljetek a szenvedéseteknek. Mert részesei lehetünk Krisztus szenvedéseinek, és megtapasztalhatunk olyan dolgokat, amit különben nem. És lehetőségünk van megismerni Krisztus olyannak, amilyet korábban nem. Elég ennyi, Dani? Jó. Akkor imádkozunk, jó? És akkor lesz dicsőítés, hogy mi lesz? Igen? Jó, akkor lesz. Mi lesz? Majd a Dani megmondja, hogy mi lesz. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te mindenben lehetőséget találsz arra, hogy átalakíts bennünket Krisztushoz hasonlóvá. Hogy olyan kitartóak, türelmesek, hosszú tűrőek, kegyesek tudjunk lenni, mint ő volt. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a szenvedés nem értelmetlen, hanem rajta keresztül te megismerhető vagy. Jobban, mint eddig. Mélyebben, mint eddig. Azért imádkozunk, hogy ne ragaszkodjunk a bennünk lévő szennyeződésekhez, hanem engedjünk kijöntetni. Ne ragaszkodjunk a jelenlegi formánkhoz, hanem engedjünk téged átalakítani bennünket. Úr Jézus, kérünk arra, hogy ahogyan Pál is mondta, az az erő, ami feltámasztott téged a halálból, az az erő működjön bennünk. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Most a Dani megmondja a tutit. Thank you.
fogunk dicsőíteni, de mielőtt dicsőítenénk, én szeretnék, ha egy dolgot csinálnánk. Van egy csodálatos bibliavers a Bibliában, Jakab levelében, ami így szól, nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy ha szenved valaki közöttetek, vagy inkább azt mondja, fölteszi a kérdést, szenved valaki közöttetek, imádkozzék. És ez egy annyira egyszerű vers, és valahogy ma estig én nem is értettem ennek a lényegét, nem mint hogy annyira nagy rejtély lenne, hogy mit akar mondani ez a Biblia vers. De ahogy a Biblia a korintusi levélben egyértelműen mondja, hogy Isten minden vigasztalásnak az Istene. És ő az, aki megvigasztal bennünket. Fontos tudni, hogy ez nem egy elmélet, tehát nem ez az a gondolat, amivel mi vigasztaljuk magunkat. A vigasztalás nem úgy működik, hogy van egy gondolat a fejünkben, egy olyan jó Istenről, aki mindenkit megvigasztal, tehát vigasztalódj ezzel a gondolattal. Hanem van egy Isten, aki él, aki tényleg megvigasztal. És ez az Isten, ő él ma is, sőt itt van. Sőt, ő nagyon-nagyon fontosnak tartja ezt az estét, ezt a helyet, titeket, akik itt vagytok. Tehát itt, ő pontosan tudja, hogy kik ülnek itt ma, pontosan ismer téged. Akkor is, hogyha mondjuk te egy nagyon cinikus ember vagy, vagy akár Isten gondolatát, egy nagyon elutasító ember vagy, akit elráncigált valami ismerősöd. Akkor is. Isten pontosan tudja, hogy ki vagy. És jobban figyel rád, mint ahogy azt te gondolod. És hogy Árpi ma mondott, hát Árpi mondott valami nagyon érdekeset. Árpi azt mondta, hogy igazából tehát nincsenek ilyen zsebből előhúzott emberi válaszok. Meg talán nem minden válasz ugyanaz mindegyikünk életében. Isten lefesti az igazságot, hogy hol vagyunk meg, hogy mi az ő indulata, mit csinál, hogy ő csinál valamit az életünkben, és értelme van a szenvedésnek. De ez a mai este ez nem arról szól, hogy föláll valaki a pulpitust, és megmondja, hogy speciál, ez a te életedben, ami most van, amit most érzel, az ezért van, és menjél haza így. Viszont Isten maga tud valami választ adni arra a kérdésre, ami a te szívedben van. Tud megjelenni. És nem biztos, hogy úgy válaszol, és azt mondja, amit te elvárnál, ezt is mondta az Árpi. De lehet vele találkozni. Ma is. És én szeretnék erre lehetőséget adni. És tudjátok, én azt látom, hogy nagyjából kétfajta ember van azok közül, akik ugye a szenvedést rosszul kezelik. Az egyik fajta ember a nagyon-nagyon jó szándékú, buzgó keresztény ember, aki kész minden pillanatban választ adni a saját szenvedésére, az általa eddig hallott bibliaversek és alapelvek alapján. És mielőtt még bárki bármit mondhatna, mielőtt Isten megjelenne, te úgy érzed, hogy itt ez a bibliavers, gyorsan meg kell válaszolnom, hogy mi történik. És soha nem engeded meg magadnak azt, hogy Isten megvigasztaljon. És én azt gondolom, hogy vannak itt ma ilyen emberek, akik itt ültök, iszonyatosan fáj a szívetek, nagyon nehéz nektek. És mondod magadnak, jó, minden javára szolgál azoknak, akiket Isten szeret, tudom, én nem is sírhatok. De a Biblia sehol nem mondja, hogy nem sírhatsz. Azt mondja, hogy igazából boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Boldogok, akik olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy megvallják, hogy nincs vigasztalásom, hogy nincs válasz a kérdésemre, hogy nincsen gyógyír. De mi keresztényeként úgy érezzük, ha ezt én kimondom, akkor már bűnöztem. Akkor már valami baj van velem. Akkor már nincsen hitem. Hogy én bejövök a gyülekezetbe, és nem tudom egyből azt mondani, hogy meghalt valakim, de nem baj, az Úrral van, és majd találkozok fel a föltámadáskor, hanem sírok. Hát mi van veled? Nem hiszel? Nem tudjátok? Senki nem várja el tőled azt, hogy ne sírjál, ha meghal valakid. Senki nem várja el tőled, hogy ne érezd rosszul magad. Hogyha tönkre megy az egészséget, ha tragédiák történnek. És Isten oda lehet menni. És én szeretném, hogyha ma este oda mennénk. Hogyha te oda mennél. És nem azt mondom, hogy na ez is ez lesz a válasz. Még azt se ígérhetjük, hogy Isten elvesz bármit, vagy megváltoztat bármit. De azt ígérhetjük, hogy ő csinál valamit. Nincsenek válaszok, meg nincsenek ilyen biztos kulcsok, hogy itt ez az öt lépés megcsalad mindennek, minden szenvedésnek vége lesz. De az biztos, mert ezt mondja az ige, hogy az Istenhez oda lehet menni, és ő valamit csinálni fog. A vigasztalás Istene. Viszont vannak azok a másik oldalt, akik meg minden szenvedést arra használnak, hogy kérdéseket gyártsanak belőle,
a kérdésekből pedig vádiratot Isten ellen. Jogosítványt arra, hogy Istentől távol tartsák magukat, jogosítványt arra, hogy egy bizonyos cselekedetben megmaradjanak, amiről tudják, hogy nem kéne megmaradni, jogosítványt arra, hogy bűnbe legyenek, hogy lázadjanak, hogy kemények legyenek, hogy elutasítóak legyenek, hogy keserűek legyenek, hogy cinikusak legyenek. És ez ugyanakkor a gond. Mind a két esetben valamit csinálsz a szenvedéssel, és távol tartod magad Istentől. Az egyikben a saját puzgóságod által, a másikban az által, hogy ha, itt az én nagy kérdésem. Majd, hogyha Isten megválaszol, akkor majd bármit. Akkor majd, ha megválaszolja ezeket, akkor majd csinálok valamit, akkor majd foglalkozom vele. De hát ez is ez történt, hát miért várja el, hogy ezek után bárhogyan bízzak benne? Ez a két oldal szokott előfordulni gyakran, és én arra szeretnélek kérni, könyörgöm, hogy ma este bármelyik oldalhoz tartozol és szenvedsz. Adj lehetőséget arra, hogy Isten találkozzon veled. Adj lehetőséget arra, hogy téged személyesen megvigasztaljon, mert meg akar vigasztalni. Itt most. És én szerintem most mi ki fogunk ide állni, az Árpi, a Sziszi, Gerge és Marci, és akik mi szoktunk itt kin lenni, plusz az Árpi. És hogyha szeretnéd, csak azt érzed, hogy valami történt, amitől tényleg te szenvedsz, mi imádkozunk érted. Nem a mi kezünk csodálatos, vagy a mi imánk valami különleges, de mi azért fogunk imádkozni, hogy Isten találkozzon veled azon a helyen, ahol vagy. És valamit csináljon ő, amiről valószínűleg én nem is fogok tudni, hogy mi az, de valamit csinálni fog. És mennyi, Atyám, én arra kérlek most, hogy ahogy itt vagyunk előtted, vedd körbe a jelenléted el azokat, Uram, akiknek a szíve meg van törve, vagy akiknek nincs is megtörve a szívük, csak nagyon kemény a szívük a fájdalom miatt, mert úgy gondolják, hogyha megkeményítem, kővé keményítem a szívemet, azzal majd nem fog többé fájni. Én imádkozom, hogy ma este hadd érezzék ezek az emberek, hogy itt vagy közel. Add, Uram, hogy azok a jó szándékú, buzgó, hívő emberek, a gyermekeid, akik maguk próbálják vigasztalni magukat, azok is kimerjék mondani, hogy az én vigasztalásom semmit nem ér, szükségem van rád, Isten. Azok, akik ma próbálják azt mondani, hogy Isten elég, meg Isten jó, de belül azt érzik, hogy egyáltalán nem elég. Azok ma hadd merjék kimondani, hogy Uram, tudom, hogy Te elég vagy, de nem érezlek elégnek. Kérlek, mutasd meg magadat. Kérlek, gyere oda hozzám közel, hogy lássam, hogy Te tényleg elég vagy. Kérlek erre, hogy áraszd ki a lelkedet. Jézus nevében. Amen. Szóval kín leszünk, és imádkozunk értetek, hogyha szeretnétek. I don't know.
hozzád futok. Uram, Istenem, újra és újra ismét hozzád futok. Uram, Istenem, újra és újra ismét mindig ott vagy. Tárt karodat, s ahol tartasz, fájdalomtól jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más hely, ahol megpihenhetek, nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, vagy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szívet benne. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más hely,
annyira tiszta szíved igazságban, szellemben, életem átadom a szerelmemnek olaját, s teljes hódolatom. Mindent átadok neked, fogad el Istenem, oltárodra hadd tegyen, itt van megtört szívem. Jézus, hű jó barát, mondd, mint a tartok, szerető nagy király, vajon mint hozhatok? Mondhatnék neked, miről szóljon dalom, neved dicséretén, hozom ajkai. Tartozom neked én. Értem, adtad életed, tiéd vagyok ma már. Meghaltál a keresztfán, ez volt értem az ár. Úgy győzted le bűneim, lemostad szégyenem, onnan ajtót nyitottál, és behívtál engem. Jézus, igazságban, szellemben, életem átadom, szerelmemnek olaját, s teljes hódolatom.
te ismersz, látod szívem. Ezerszer elbuktam, mégis szerettél. Jelenléteddel körülveszel minden időben, mindig szerettél. Meghajló keresztednél, így folyt ki a drága vér, nincs mi ennél többet ér. Értem, győzted le a sírt, megnyitottad a szentét, semmi el nem válasz már. Te jársz előttem, utalmazó. Megnyílt a meg.
inkább itt szétrepel, megnyíltam meg. Megnyíltam meg. Meghajlok keresztednél, így folyt ki a drága vér, nincs mi ennél többet ér. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentély, semmilyen nem válasz
Mentség ennél nincs vonzó e földön. Mennyi Atyám, én köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk előtted ma este. És én köszönöm azt, Uram, hogy ennyi testvérem van itt, ennyi ember, akik bíznak benned. Micsoda különleges hely ez. Mennyire különleges emberek vannak itt, akik annak ellenére bíznak benned, hogy milyen dolgokat tapasztalnak meg az életükben, milyen nehézségeket, fájdalmakat. Én köszönöm, Uram, hogy engem emberek vesznek itt körül, Uram, akik látják a láthatatlant. Hogy nem csak azt látják, ami látható, hanem azt is, ami láthatatlan. És köszönjük Istenünk, Uram, hogy Te tényleg elég vagy minden helyzetre. Köszönjük, Uram, hogy nálad nincsen hatalmasabb Isten. És hogy ez azt jelenti, hogy nincs ez a szituáció, nincs ez a kérdés, nincs ez a probléma az életünkben, amihez ne lenne elég nagy a Te jóságod, a Te bölcsességed. És még azokon a napokon is, amikor mindaz, amit ismertünk belőled, az kevésnek bizonyul, azokon a napokon is reménykedhetünk.
mert te még a mi istenképünknél is nagyobb vagy. A mi hitünknél, amit beléd vetettünk, még annál is nagyobb vagy. Hogy te mindig meg tudsz jelenni újként. Mindig tudsz valami újat csinálni. Valami újat hozol be a képbe, valami új húzásod van. Valami, amit soha nem gondoltunk volna, amire nem számítottunk volna, hogy Pál mondja az Efézusi levélbe, hogy a mi Istenünk megtehet mindent sokkal bőségesebben, mint hogy mi azt mi kérni vagy elképzelni tudjuk. Ilyen vagy te, Isten. Én hálát adok neked, és téged dicsőítelek. Azt az Istent, aki nagyobb az én általam elképzelt megoldásoknál. Azt az Istent, aki nagyobb az én általam elképzelt Istennél. Mi téged imádunk. És kérlek, add Uram, hogy a te vigasztalásodat tovább tudjuk adni. Hozz a mi életünkbe embereket, és add Uram a te lelkedet belénk, és add Uram, hogy rajtunk keresztül a te vigasztalásodat tapasztalják meg körülöttünk levők. Add a vigasztalás lelkét közénk. Jézus hatalmas nevében. Amen. 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 Isten áldjon titeket. Jövő héten Madarász Isti fog tanítani, most már reméljük, hogy biztosan. Méghozzá arról a témáról, hogy milyen a váltás az egyedülálló szabad életből a családos életbe a szülő szempontjából. Tehát milyen az, amikor mi emberek átlépünk egy határvonat, és már nem így élünk, hanem úgy. És ennek a szépségeiről, ennek a nehézségeiről van egy frappáns címe, hogy miért jó feladni a szabadságot a nőért és a gyerekért, de ez nem csak férfiakra vonatkozik, hadd mondjam el, mielőtt bárki félreértené, nem, ez az egész, ez nőkre is ugyanúgy vonatkozik, tehát miért jó feladni a szabadságot a férfiért és a gyerekekért. Szóval ez ugyanúgy erre is vonatkozik. Matt Edwards lesz a dicsőítésvezető. Sajnos még a március utolsó két hetének a programja nincsen teljesen lefixálva, de nagyon jó dolgok lebegnek a levegőben. Az biztos, hogy Neil Livingstone lesz március 20-án, akinek amúgy az új albuma már készül a stúdióban, és rengeteg nagyon jó új száma lesz. És az is lehet, hogy Phil Metzger fog tanítani, ő kezd el egy sorozatot. Aztán április 3-án, csak hogy így földobjuk a programokat, a Holy Trio nevezetű együttes fog játszani, tehát Mark Zima, Mike Payne és Phil Metzger. Majd április 10-én meg egy különleges este lesz a Jákim stúdióval, egy verses este, amiben nem tanítás lesz, hanem olyan versek lesznek, amiket magyar költők írtak lelki dolgokról, Isten dolgairól, szóval ez egy érdekes este lesz. Szóval jó programok lesznek, de még megpróbáljuk jövő hétre kideríteni, hogy pontosan mi lesz március 20-án és 27-én. Na, Isten áldjon titeket, ha kértek még imát, vagy beszélgetni akartok, itt vannak. Sziasztok! Hey guys, thanks so much for watching Golgotha TV. Really hope and pray that the Word of God has been a blessing to you through these messages. And it's really our prayer that this year it'll continue to be a blessing into your lives. We know that there are many people who don't come to the building but watch online. We're so grateful for each one of you. And what I'd like to do is just take this opportunity to let you know about something available to you, and that is, as it's tax season, the 1% that you can give to a church or a foundation is now available, and we'd like you to pray about giving that to the church this year, especially if you feel like this is your church. The information is on the screen. If it's in your heart to do, God bless you. We love you. Have a great day.